Timpi, az utazó vörös panda és Gáspár, a valizi fekete orrú bárány. Két különleges állat, akik a KLM és a Lufthansa járatával vágtak neki Európának Budapestről. CITES egyes állat, tehát csak állatkertből állatkertbe mehet. Több hónapos előkészítő munka, engedélyek, egész sora, speciális ládák és rengeteg ügyintézés kellett addig, amíg becsekkolták őket a Ferihegyi kargó terminálon. Nem valószínű, hogy sokat fog elni, de azt szeretnénk, hogy a kedvencét egy út közben. Egyikük sem volt egyedül a Boeing 737-es és az Airbus A320-as rakterében. Kölyök, kutyák és pókok is csatlakoztak hozzájuk. Lots of spiders. Is it poisonous or is it... No, I'm sure it's not. Hány állat van most itt bent, ezen az oldalon? Kalandos és újabb állati történetek a kargó specialistától, aki nem ismer lehetetlen, az érdeklődő holland kapitánytól és a fájó szívvel elköszönő tenyésztőktől. Na gyere, igen. Édes kis mamám. Nem semmi bármat. Nem sírunk itt először. Kelemon 368, Winter 60 degrees, Fornax, if I take off the plane. Fél a Mindenek előtt egy programajánló. Jön az év legmozgalmasabb éjszakája az Aeroparkban, amikor minden életre kell a Ferihegyi Repülőmúzeumban, és egymás után indulnak a reptérlátogatások. Csodáld meg a fényárban úszó pilótafülkéket, figyeld a csillagmotorok indítását, tapasztald meg egy sugárhajtómű erejét, és találkozz, beszélges pilótákkal, légiutas kísérőkkel. Június 22-én múzeumok éjszakája, amikor is az elsők között láthatod a NAV repülőtéri igazgatóságának új kiállítását, bemutatkozik egy malév festésű Rally Trabant, és ezen az estén velünk lesz a Korda házas pár, akiknek a reptéri társadalom nem csak egy slágert, hanem már egy himnuszt is köszönhet. Június 22-e, múzeumok éjszakája, Aeropark. Ne maradj le az élményről! Átlagos reggel az Aeroparkban nem sokkal nyitás után. Várjuk a reptér látogatásra és a múzeumba érkező csoportokat, de ezen a napon egy különleges vendég is megfordul nálunk, ha csak egy rövid időre is. Már úton van Kassáról Timpi, az ottani állatkert vörös pandája, aki nagy útra készül. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren száll gépre, hogy Amsterdamon keresztül új otthonába, az egyik londoni állatkertbe érkezzen. Természetes élőhelyének csökkenése és visszaszorulása miatt a vörös panda veszélyeztetett fajnak minősül, szállítása sem egyszerű. A meglehetősen összetett fuvart a hazai légi állatszállítás specialistája Hartyáni Emőke szervezi, immár hónapok óta. Ez a feladat egészen más, mint az összes eddigi. Összesen lehet őket hasonlítani. Tehát egy vörös pandának, vagy birkának akár az előkészítés, az annyira nagy munka, hogy nem mérhető össze az átlagos munkával. Viszont sokkal érdekesebb, sokkal izgalmasabb, és a, mondhatni, az élvezeti értéke is sokkal magasabb. Emőke már előző napot volt a kassai állatkertben, hogy közelebbről is megnézze a vörös pandát. Itt alapos felkészítést kapott a gondozóktól, hogy mi mindenre kell figyelni útközben. Beszéltünk az állatkert alkalmazottaival, megbeszéltük, hogy a dokumentáció hogy van, megnéztük az állatot is, aki aludt, és bármit is csináltunk, mászkáltunk körülötte, akkor még a saját kifutójában volt, nem vesz róla tudomást. Ugye ő eredetileg a fiú testvérével egy kifutóban élt, ezért is kellett az egyiküket mozdítani, mert két hím, ugye a dominancia harc már kezdett kialakulni közöttük, a másik időnként felemelte a fejét, de ő nem. Timpi pedig pár perc múlva meg is érkezik az Aeroparkba. Indulunk is a furgonhoz, hogy megnézzük, hogyan viselte az eddigi utat. Hát, hogy ilyen dupla ajtóval van. De mindenek előtt meg kell etetni. A gondozók egy 3 kilós gyümölcstálat és egy fél bambuszbokrot is csomagoltak a hosszú útra. Ezt így tartozékként adták Kassán? Hát igen, de ezt én hogy fogjuk elküldeni ide. Kreatív megoldással. Kedvence, ezt az állatkertben Kassán állítottak neki össze. Nagyon finom, nagyon gusztusos. Ebből fog kapni egy pár marékkal. Nem akarjuk nagyon zavarni az állatot, mert ugye egy vadállat, úgyhogy csak éppen ki fogjuk nyitni ezt az alsó ajtót. Nem valószínű, hogy sokat fog elni, de azt szeretnénk, hogy a kedvencét egy út közben.
Tehát nem az egész ajtót fogjuk kinyitni, csak az alsó részét. Jó. Miután a szakemberek az utolsó ellenőrzéseket is végrehajtották, a kifejezetten a panda számára készült szállítódobozon irány a Cargo City, hiszen itt sem mindegy, hogy mikor csekkol be az utas, még akkor sem, ha egy szűrös négylábúról van szó. A transporter az egyik rampához áll, ahová már jön is Timpiért az egyik targonca. A költöző panda érkezését nagy érdeklődés övezi a teherterminálon is. Emőke közben a papírmunkát a vámot intézi az egyes szolgálatokkal, és közben átnézzük, hogy minden a szállítással és az állattal kapcsolatos fontos információ jól olvasható-e a dobozon. Fordítsuk meg, csak emelve, nem húzva. Ilyenkor mennyire vagy stressz helyzetben, így közvetlenül átadás előtt, meg átadás közben? Én túlságosan is. Én nem, egyszer ezt nem tudom nyugodtan kezelni. Annyira komolyan veszem ezt a dolgot. Ez az amszterdami állatterminálnak kell? Igen. Miközben körülöttünk jönnek-mennek a targoncák, és sorra világítják át az úgynevezett steril raktárba kerülő szállítmányokat, feltűnik, hogy más négylábú utasok is készülődnek. Közvetlenül mellettünk francia buldogok várják, hogy átvegye őket a kiszolgáló egyik szakembere. Emőke közben folyamatosan ingázik az emelete lévő ügyintézők és a földi átadópont között. Aztán minden pecsét, aláírása helyére kerül, az állatszállító pedig azt mutatja, mekkora dokumentációval jár egy ilyen transport megszervezése. Mindenféle megállapodás, Egyesült Királyságban való beutazási engedély, mindenféle. Egészségügyi papírok. Igen, hogy eltekintenek attól, hogy ilyen vizsgálata legyen meg olyan. És ugye ami a fontos, hogy ő fokozottan védett, kiemelten igen. védett, emiatt a szállítása is ez rányomja a bélyegét, speciális körülmények között spéci engedélyek birtokába mehet. Úgy nevezik, hogy CITES 1-es állat, tehát csak állatkertből állatkertbe mehet. Ez az engedély, hogy közúton tudtuk hozni. Import engedély az Egyesült Királyságba, ez csak a másolat, mert az eredeti ott várja őt. Innen kezdik a légitársaságnak a papírjai. De mint hallottuk, neki is lesz útitársa a repülőgépen. Igen? Igen, úgyhogy kivel utazik? Kutyákkal, illetve pókokkal. Ja, pókokkal, igen. Mindenki a KLM járatát választotta. Ja, na hát ez eldumálnak akkor útközben. Amíg a légitársasági ügyintézés zajlik, Timpit és a dobozát lemérik, hiszen ez a járat érkezésekor rendkívül fontos lesz a súlypont számításnál. A doboz rákerül a mérlegre, és kiderül, hogy minden limiten belül van, a szakemberek 57 kg-ot mérnek. És innentől már csak egy dolog van hátra, az átvilágítás. Megtörténik a biztonsági ellenőrzés, Timpi pedig a következő nem túl hosszú időszakot a steril raktárban tölti a Cargo terminálon, ami egyéb iránt a tavalyi évben több mint 200 ezer tonna árut kezelt. Ezzel a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér minden korábbi Cargo rekordját megdöntötte. Nemrégiben készült el a Cargo City bővítése, amelynek kapacitása így már eléri az évi 300 ezer tonnát. Míg a KLM délutáni járatára várunk, visszamegyünk az Aeroparkba, hogy a szállítás kulisszatitkairól beszélgessünk. Emőke azt mondja, a tavalyi év végén vette fel vele a kapcsolatot a Kassai Állatkert, de az események az utóbbi egy hónapban gyorsultak fel igazán. Már valóban tavalyi év végén elkezdtünk tárgyalni ennek az árnak a szállításáról, ennek a pandának a szállításáról, de mire az engedélyek meglettek, addig hónapok teltek el. Viszont amikor meglettek az engedélyek, akkor összesen 30 napunk volt arra, hogy mindent megszervezzünk, a doboz elkészítésétől kezdve, az egész utazás megszervezésén át. Ez a rengeteg emberrel koordinálni, mert itt azért nagyon sok résztvevős volt ez a feladat. Úgy emlékszem, hogy 6 felé kellett egyeztessek időpontot, elérhetőséget. Úgyhogy erre összesen 30 napunk volt, ami nagyon-nagyon-nagyon kevés volt. Noha a szervezők mindent megpróbáltak, hogy Timpi közvetlen járattal tudjon menni Londonba, erre most nem volt lehetőség. Az elsődleges szempont azt lett volna, hogy a lehető legrövidebb úton, lehetőleg tranzit állomás nélkül repüljön, de nagyon hosszú történet, hogy miért. Budapestről jelenleg nem lehet közvetlenül az Egyesült Királyságba élő állatot szállítani egyáltalán, semmiet sem. Kutyát, macskát sem. Úgyhogy emiatt olyan légitársaságok jöttek számításba, akik repülnek Londonba, de akkor vagy Frankfurt, vagy Amsterdamon keresztül át kell őket pakolni. Igen, igen. Muszáj valamilyen
köztes tranzitállomáson átrepülni, mert nincs más út. Tehát csak a British Airways, akinek közvetlen járata van, vagy a Wizz Air, aki nem szállít állatot, ugye? És az összes többi légitársaság pedig tranzittal repül Londonba tőlünk. Az már egy korábbi filmben szóba került, hogy a frankfurti állatterminál az egy nagyon jó hely, de most ezt a pandát Amsterdamban mi várja? Európa egyik legnagyobb gyűjtő-elosztó repülőterén, a Schiphol-on. Egy Noé bárkája, rendkívül érdekes, mindenféle állat érkezik és indul naponta a lovaktól kezdve az aranyhalakon át, a napos csigibéken keresztül, a kutya-macska szállítmányokon keresztül, rengeteg minden. Amsterdam lenyűgözően érdekes. Villámgyorsan végeztünk a Cargo City-ben, nagyon-nagyon flottul ment az állatnak a feladása, és most már csak egy dologra várunk, hogy megérkezzen a holland légitársaság a KLM járata Amsterdamból. Mindjárt indulunk is be a forgalmi előtérre, és megnézzük, megmutatjuk, hogyan fogják feltenni a földi kiszolgálók a vörös pandát a Boeing 737-esnek a rakterébe. Mint minden járat esetében, a földi kiszolgáló szervezet munkatársai már jó pár perccel a gép érkezése előtt kitelepülnek a kijelölt állóhelyre. A terminál mellett az utasít nyújtott árnyékos részen már ott várakoznak a beszállításra az amsterdami járat különleges utasai. Közben pedig sorra állnak pozícióba az AS, azaz az Airport Service Budapest kiszolgáló eszközei és járművei. Boeing 737-es néhány perccel a menetrend előtt gurul be az állóhelyre, és a hajtóművek leállítása után egyből meg is indul a kiszolgálás. A 180 férőhelyes gép 50 perc múlva már újra a levegőben lesz. Beparkolás után pár perccel megjelenik a betonon a járat kapitánya, hogy egyrészt elvégezze a repülőgép kötelező külső ellenőrzését, másrészt megnézze a speciális utasokat, mert hogy elmondása szerint a hollandiai felszállás előtt nem sokkal kaptak értesítést arról, hogy különleges szállítmányuk lesz, és mi is várjuk őket a betonon. Emellesleg a kapitány is kíváncsi a pandára, meg a többiekre. Is it going to a zoo or a... To London Zoo. To London, yeah. Zoo, all right. A pilóta, mint meséli, 27 éve repül, rengeteg állatot szállított már. Volt közöttük kisebb bálna, rengeteg ló, megszámlálhatatlan kutya és macska. Aztán megismerkedik a buldogokkal, de az sem okoz különösebb meglepetést, amikor kiderül, hogy a nagy fekete dobozban pókok vannak. Big box of spiders. No, I'm sure it's not. Because it should have a dangerous, it's not our shipment. But if they were poisonous, they should have a label. Oh, these ones are the spiders. And these are French bulldogs. French bulldog puppies are the most commonly shaped dogs. Amíg zajlik a podgyászok és a kargó kipakolása és a berakodásra várunk, ugorjunk vissza egy hetet az időben, mert hogy pár nappal korábban ugyanitt álltunk emőkével, amikor szintén egy különleges utasról kellett gondoskodni, aki Ipoly Damásról indult, és akár csak Timpi, ő is megállt az aeroparkban. Ez még jobb is, így látszik, hogy szállítás alatt nem itt. Ő Gáspár, a valizi fekete orú bárány, aki a tenyésztőktől új gazdához kerül, mégpedig Dublin mellé. Gáspár a Lufthansa viszi Frankfurton keresztül. A Ferihegyi Repülőmúzeum még a tenyésztők is elkísérték. Rábai Hedvigen és Zsoldos Árpádon látszik, hogy nehéz búcsúra készülnek. Svájci fajta, és azért különleges, azért ér el minden más fajtát, juhfajtától, mert a teljes testfelülete gyapjas, és igen szelíd állatok. Ehhez persze mi is hozzájárulunk, mert folyamatosan kézbe vannak, állandóan babusgatjuk őket, szeretgetjük, és ettől abszolút szociális körülmények között nőnek föl a kicsik. Azt látom, hogy ez most önöknek is egy stressz helyzet. Abszolút. Amióta megtudták, hogy repülni fog Dublinig? Igen, igen, hát úgy volt, hogy a földi szállítást választják, de végül is így sokkal kényelmesebb az állatnak. Ez egy új terület, de úgy látom, hogy minden szempontból ez kényelmesebb lesz, gyorsabb, és az állatot kevésbé viseli meg. Hogyan kezdtek el pont ezzel a fajtával foglalkozni? Nagyon egyszerű, a férjem nyugdíjas idejére vett magának pár darab merino bárányt.
nagyon cukik voltak, azokat is imádtuk, babusgattuk. De egyszer többen lettek, több lelet, mit csináljunk velük? Hát elvisszük vissza a tenyésztőnek. Pekünkre pont akkor vittük őket vissza, amikor éppen az olasz teherautóba rakották a húsbárányokat, és akkor elhatáltuk, vagy nem lesz bárányunk egyáltalán, vagy olyan, amit nem fognak megenni. És akkor addig-addig turkáltunk, keresgettünk, ameddig rátaláltunk a valízi fajtára, ami abszolút házi kedvenc. Most is végül is a tulajdonos részben ezt tervezi vele, nem? Hogy ott a kertben, a mezőn, van, zöld mezőn rohangál kedvére. És lesz felesége, több is, ha jól tudom, tenyész kosként fog ott működni Gáspár úr. Ilyen ez a bigámia. Szerintem ezt nagyon élvezik. Hány ilyen szépségük van most Ipoly Damásdon? Nincsen sok, sosem volt sok állatunk, mindig arra törekedtünk, hogy inkább kis létszám, de magas minőségben, különlegesen jó vérvonalakkal dolgozzunk. Összesen 5 vallizi bárányunk van, 1 kos és 4 anya, úgyhogy nincsen sok, de ezt a mennyiséget kényelmesen el tudjuk látni, mert minden feladatot magunk végzünk, magunk nyírjuk őket, állatorvosi kezelések jó részét szintén mi csináljuk otthon, mi körmölünk, az elléseknél folyamatosan jelen vagyunk. Hányszor köszöntek el már Gáspártól? Még nem igazán. Akkor átadom, mert mindjárt indulunk. Már eszegetett most nedelt. Gyere! Édes kismonom! Jó, igen! Na, köszönjük szépen! Mi köszönjük! Nem sírunk itt először! És nem csak a tenyésztőnél, Hedvignél, hanem az állatot szállító Gabinál is eltörik a mécses a búcsúzás pillanatában. Csodálatos! Örömöröm számomra ilyen tenyésztőkkel találkozni. Látszik, hogy egyáltalán nem csak a haszonszerzés véget tartja ezeket az állatokat, hanem szívvel, lélekkel csinálja. Mindig így elérzékenyülsz? Pedig te nem is kötődsz így az állathoz, mint a tenyésztő. Igen, sajnos azért gyakran kiülnek az érzelmek az arcomra, amikor látom, hogy mennyire szeretik a gazdik az állatukat, és legyen az kutya, cica, most jelen esetben a bárány, de mégis a kezeik között születnek ezek az állatok, és végigkísérik a fejlődésüket, úgyhogy nagyon öröm számomra ilyen kötődést látni. Na most akkor szerintem te egy elég nehéz melót választottál magadnak, vagy alkatilag szeret szenvedni. Az is van benne, igen. De nagyon szeretem egyébként csinálni, és szeretem látni, hogy rendben vannak az állatok. A legelső kutyusaim egyike volt, akit átvettem a gazditól, és egy nagyon idős bácsi volt, és Kanadába küldte el az idős tacskóját, mert ott élt a családja, és mondta a bácsi, hogy ő már nem tud gondoskodni a kiskutyájáról, ezért elküldte a gyerekeinek Kanadába a kiskutyát, és akkor hozta ki a reptérre, és akkor könnyek között búcsúzott a kutyustól, hiszen tudta, hogy ő már nem fog tudni vele találkozni, na hát ez egy ilyen örök pillanat volt nekem. Gáspár esetében valamivel egyszerűbb az ügyintézés, lévén, hogy nem védett és nem állatkerti állatról van szó, de kísérő dokumentumokból itt is akad bőven. Óriási különbség, hogy Gáspár egy házi állat, míg a vöröspanda egy vadállat. Ugye egészen más, hogy kell nekünk is viselkedni, meg egészen más, hogy viselkednek ők a szállítás során. Hát Gáspár birkanyugalommal tűrte a dolgokat, és csak békésen szemlélt és folyamatosan evett. A panda hát nem eszik, az biztos, hogy nem eszik, ő csak figyel. Igen. Egy bárányszállítás az tényleg a különleges kategóriába tartozik? Igen, én úgy tudom, hogy ilyen bárány, ilyen luxus körülmények között szállított bárány, aki egyedül utazik egy faládában, és nem pedig egy teljes birkanyáj egyben, egy speciális korán konténerben. Én úgy tudom, hogy ilyen még nem volt. Legalábbis a Lufthansa-nál biztos nem, mert nagyon biztos, figyeltek. Hogy a Lufthansa felkapta rá a fejét, igen, nagyon felkapta rá a fejét. Igen, az egész vezetőség szintjén mindenképpen szeretnének róla beszámolni, nagyon örültek neki, mindenképpen nagyon ritka. Ez az Airbus A320-as lesz Gáspár repülőgépe, ami Frankfurtba szállítja.
Már a valizi fekete orru is az állóhelyen várja, hogy megérkezzen a repülőgép. Ezen a napon sem ő az egyetlen állati utas a fedélzeten, lesz egy kölyök kutya is, igaz, az előzetes tervek szerint két külön raktérben mennek majd a német nagyváros felé. A bárány szállításánál a láda mérete volt kritikus. Az építésnél mindent meg kellett tenni annak érdekében, hogy beférjen az Airbus rakterébe. Telefonkönyv nagyságú szabálykönyv, minden egyes fajnak megvan benne a leírása, hogy pontosan hogy kell a szállító dobozát elkészíteni. Hát ez az egyik faktor, ugye az, hogy mekkora lesz a doboz, az a másik, az az állat méretétől függ, és hát a harmadik faktor, amit figyelembe kell venni, hogy mekkora fér be a repülőgépbe. És Gáspár esetében itt volt egy nagyon kritikus pont, hogy Gáspárnak olyan nagy doboz kellett, ami még éppen befér a repülőgépbe, úgyhogy ott nagyon-nagyon centízni kellett, de végül minden összejött, tehát Gáspár pont szabályos méretű volt, és pont szabályosan belefért a dobozba. De hát amikor betoltuk, hogyha valaki ért hozzá, az látja, hogy ott centik vannak a mennyezettől. A kiszolgálóknak a doboz elhelyezésekor arra is figyelniük kell, hogy az állatnak menetirányba kell néznie. Rögzítik a palettát, aztán zárul az A320-as raktér ajtaja, a gép pedig elindul Frankfurt felé. A külső ellenőrzéskor ennek a járatnak a kapitánya is megnézte az állatokat, és megígérte emőkének, hogy a lehető legpuhább leszállásra törekednek majd a célrepülőtéren. Gáspár az éjszakát a frankfurti állatterminálon tölti, ahol pár évvel ezelőtt a Budapestre érkező afrikai fehérhasú törpesűnök is megpihentek. Ezt a történetet a fenti linkre kattintva nézheted meg, ha lemaradtál volna róla. A következő napon pedig már Dublinból Gáspár új gazdájától érkezik a videóüzenet, hogy minden rendben, és ezt maga az állat is megerősíti. What a good shit. De vissza a KLM járatához, amelynek rakterét már kipakolták az AS munkatársai. Amíg odafent az utasteret takarítják, idelent megkezdődik a podgyászok és az állati szállítmány berakodása, ami időközben még egy taggal bővült. Milyen érdekességeket tud produkálni az élet a repülőtéren? Most megy föl a sokadik állat a Boeing 737-esnek a rakterébe. Tulajdonképpen egy komplett állatkert utazik ezen a ma délutáni 17 óra 5-ös amszterdami járaton. A Westie mellett ott van a vörös panda, van még négy francia bulldog, és egy jó nagy doboz pók is. Nem túl gyakori, hogy ennyi állat utazon egyszerre egy 737-es hasában. Emőke azt mondja, az sem példátlan, hogy pókok vannak a kargószállítmányok között. Rájuk szintén különösen vigyázni kell. Van, aki a pókokat szereti, tehát egész egyszerűen tényleg olyan széles lett már a spektrumja annak, hogy mi az, amit házi állatként, kedvencként tartunk. Van, aki pókot tart kedvencként. Kb. Ugyanolyan szinten van interakció, mint mondjuk egy teknős békának, tehát nem olyan nagyon sok, de azért van. Én nagyon szeretem a pókot kacsanom, a pókok lenyűgözőek. Pók esetében a legnagyobb elvárás, hát jó, az, hogy ne szökjön ki, az evidens. Az mindegyik állatnál elvárás, de nincs is esélyre, hiszen a pók nagy dobozban, bent kicsi, individuális dobozokban vannak, egyenként csomagolva a pókok. A pókok esetében a legnagyobb elvárás, hogy ne törjenek össze. Mert a pókokat, ha lejték, dobozban is, letörhet a lábuk. Kis papír van a kapszulában, arra tesszük rá a pókot, hogy az is egy kicsit így kipányvázza arra az esetre, hogyha mégis leesne. Tehát a pókok törékenyek. Érdekes ezt így mondani, de a pókoknál erre kell nagyon vigyázni, hogy ne törjenek össze. Van olyan állat, amitől te tartasz és félsz, és nem nyúlsz hozzá? Ma féltem, amikor be kellett raktam az eleséget a vörös pandához. Ugye mondták az állatkertben, hogy nem kizárt, hogy megharap. Ugye tudom, hogy az állat oltva van minden ellen, és teljesen egészséges, tehát hogy bal kézzel raktam be az eleséget, hogyha megharap, akkor tudja dolgozni továbbra is. Volt benne félelem, de ez nem tartott attól vissza, hogy megcsináljam a feladatot. Olyan állat, amitől úgy undorodom, olyan nincs. Megfognék simán békát, kígyót, mesztelen csigát, sőt gyakran elő is fordul, lisztkukacot, bogarat, kígyót, bármit. Amit nem szívesen fogdosok, az mondjuk a városi galamb, de ilyen nem fordult elő, hogy valaki városi galambot akarja megszállítani, csak sima galambot. P
Pimpi is elfoglalja a helyét, a földi kiszolgálók rendkívül gondosan mozgatják és rögzítik a vörös panda ládáját és a kutyák hordozóit. Azt gondolnánk, hogy a kutyák és a macskák a leggyakoribb utasok a légijáratok rakterében, pedig ez egyáltalán nem így van. Legnagyobb egyedszámban díszhalakat szállítanak. Ami nem csoda, mert én is szállítok sokszor díszhalat, és egy szállítmány, ami 27 átlagos méretű doboz, az körülbelül 5000 egyedet tartalmaz. Tehát így egyedszámban nem nehéz nyerni a díszhalaknak. A díszhalak után talán a következő számban pont a napos csibék vannak. A díszhal szinte mindig egy irányban jön. Ázsiából, Európába, Tájföldről fogadom a díszhal szállítmányokat. Kívülről egy doboz, kinyitod, és benne nyüzsgő univerzum, nem is egy, hanem 3-4 egy dobozon belül. Fantasztikus! Van olyan állatfaj, amire te nemet mondasz? Állatfajban biztos, hogy nincs. Most így gondolkodom rajta. Biztos, hogy nincs, hogyha a cél, a szállítás célja nem olyan, ami elveinkkel ellenkező. Tehát egyáltalán nem szállítok vágó állatot. Szerencsére egyetlen egyszer történt ilyen, hogy valaki vágó állatot akart velem szállítani, azok békák voltak. Vágásra békákat. És közötted, hogy nem? Hát kicsit utána néztem, hogy egyáltalán lehet-e ilyet csinálni Magyarországon, és megtudtam, hogy nem. Úgyhogy eleve szerencsére ez nem is volt így kérdés. Tehát csak itt az elvi kérdés, ugye nem szállítunk kutyákat kísérleti célra, ilyen dolgokra figyelünk oda. Hány állat van most itt bent, ezen az oldalon? Egy, kettő, három. Ó, három kutya és a panda is ott előre. Ó, három kutya meg a panda. Pár perc múlva pedig elkészül az amszterdami járat, a légiutas kísérők zárják az ajtókat, a földi személyzet lehúzza az utashidat a 737-esről, elpakolják a kiszolgáló eszközöket, a rampás is körbejárja a gépet, a torony pedig pillanatokon belül adja a hátratolási és a hajtómű indítási engedélyt a pilótáknak. Egy utolsó integetés a rendkívül jó fej személyzetnek, és természetesen Timpinek, aki egy nap múlva már birtokba veheti új kifutóját a londoni állatkertben. Emlékkönyvedben fotógyűjtemény, tehát hogy minden utasodat, minden szállítmányodat megörökítesz valamilyen szinten? Valamilyen szinten mindenkit, igen. Minden kutyát, minden macskát, mindenkit. Nyilván ő egy különlegesebb emlék lesz az életemben, és nem lesz úgy állatkerti látogatás és vörös panda megtekintés, hogy ez ne jutna eszembe, hogy bizony, mi szállítottunk egy vörös pandát. Kelemon 368-60 degrees, 4-0, a take-off to team. Kelemon 368. Ha nem szeretnél lemaradni a további repülős tartalmakról és repülős videókról, akkor csatlakozz a követőink táborához. Ha pedig támogatnád az Aeroparkban kiállított történelmi repülőgépek újjászületését, megújulását, kérjük keresd fel a videó alatti leírásban található támogatói felületeket. Runway 3-1 left, clear for takeoff, wind 320 degrees at 9 knots.